nálunk még ez is nagy szó, hogy egyáltalán elkezdték közvetíteni a testületi üléseket, ezt mondták sokan, hogy ott sok éven át ezért küzdöttek, nem sikerült, és hát elkezdtük mi közvetíteni a saját Facebook oldalunkon, és akkor ez így gondolom elég hülyén nézett ki, hogy a Kutyapárt Facebook oldalán lehet megnézni a Hegyvidék üléseit, ellentétben az önkormányzat weboldalán meg nem. Körülbelül 3-4 hónappal azután, hogy én képviselő lettem, a jegyző körbe küldött egy e-mailt az irodavezetőknek, képviselőknek, meg nem tudom még kiknek, aminek az a lényege, hogy a képviselők nem fordulhatnak közvetlenül az irodákhoz. Tehát én nem mehetek be, nem kérdezhetek, nem hívhatom fel telefonon, hanem csak is a jegyzőnek írhatok, aki ugye mindig gondos mérlegelés után, pontosan 30 nap után válaszol. Kivéve a képviselőknek. A képviselőknek. Néha, amikor 31 napos egy hónap, akkor elrontják, és 31 nap után válaszolnak. De szoktam hívogatni az irodákat, és egyébként néha válaszolnak is. És volt egyszer, hogy felhívtam, most nem akarom mondani, hogy melyiket, és elkezdtem kérdezni valamit egy ilyen rendelettel kapcsolatban, amiben nem probléma lett volna, csak nekem nem értek annyira hozzá, és ellentmondónak tűnt kettő dolog, és akkor a hölgy elkezdte mondani, hogy ez mit jelent, és mi az értelme, és akkor egy pár mondat után így feleszmélt, és akkor megkérdezte, hogy várjunk csak, hogy ön képviselő, ugye? És akkor igen, igen, az vagyok. Ja, hát akkor nem mondhatok semmit, úgyhogy akkor forduljon a jegyzőhöz. A kerület értékbecsléseivel. Nálunk ezekkel azt csinálták, hogy csak megmutatják. És akkor jön ez a nyomorult szitu, hogy nem fotózhatsz, jegyzetelhetsz, nem kaphatod meg, nem másolhatod le a papírokat. És akkor ugye ebből mi van? Akkor ott ül az irodavezető, ott ülsz te, és egymás 3 óráját vesszük el, hogy szó szerint leírogatod azt a hülye értékbecslést. Köszönöm. Köszönjük szépen, Karácsony Gergely, kérd szót, parancsolj. Valószínűleg nem csak én fáradok el, hanem más is, de én biztosan, Kovács Gergely. Köszönöm a megtisztelő titulust. A Vagyonnyilatkozati Bizottság az miért szint meg a 12. kerületben? Igen, ez vicces volt, hogy ugye engem ott mondom eleinte így úgy tűnt, hogy szerettek, és akkor megkaptam ennek az elnöki posztját, ennek a vagyonnyilatkozati, vagy mi volt, talán még összeférhetetlenség és vagyonnyilatkozati elnöző bizottságnak. És akkor ott látszott, tudod, első nap, hogy basszus, ez tényleg ennyit csinál, hogy ugye évente egyszer le kell adniuk a képviselőknek a vagyonnyilatkozatukat, és akkor mi bemegyünk, és ott elmondja a hölgy, hogy igen, leadták mind a 18-an, és akkor mi most szavazzunk arról, hogy ők leadták-e. És akkor van egy szavazás, ahol hát mivel leadták, felemeli mindenki a kezét, és hazamentünk. És utána az volt, hogy egy év múlva lesz a következő, mert évente kell leadni vagyonnyilatkozatokat. És nyilván itt is a törvény is problémás, tehát ugye ezért nem jár büntetés, ha valótlanság szerepel a vagyonnyilatkozatban, max ugye hát politikai, vagy nem tudom, de így nincs konkrét büntetés, nincs semmi jogköröd, tehát kb. Követhetek. Megnézheted egyébként, mint vagyonnyilatkozati bizottsága, vagyonnyilatkozatot? Csak a képviselőkét, tehát már a izéket nem, a egyház, ugye le kell adni az egyháztartásban élő családtagokét is, de azt már nem nézheted meg. Akkor miért jó, ha leadták? Versenynek nevezni azt, ami mondjuk az építési beruházásoknál zajlik, az valószínűleg túlzás. És ezt én mai napig nem értem, tehát vannak ezek a 115-ös közbeszerzések, ami 300 millióig megengedi, hogy meghív végül is maximum, minimum 5 céget. Nem is kell ennek érvényes ajánlatot tennie, csak hogy 5 legyen meghívva. És ugye ez, hát nyilván egy nyílt közbeszerzés azért logikusabb lenne, és akkor többen tudnának elindulni. Szerintem nem indokolja az, hogy kevesebb céget hívjunk meg, hogy nagyon leterheltek, mint fogalmazott a cégek. Ha bárki elindulhat, akkor valószínűleg többen fognak elindulni, mint ha 5-en indulhatnak el. Szóval ezt én így nem értem ebben a formában. Köszönöm. Ebben feltehetően igazad van. Köszönjük szépen. Hát igen, van a legnagyobb, ugye ez nagyon átlátszó. Ugye van az Arribón a Kft., 2009-ben vagy 10-ben alakult, és így nagy, komoly tevékenységet nem végzett, és 2013-ban, amikor kilépett az utolsó ember, bizonyos Baranyai Gábor a cégből, aki valaha építkezésekkel foglalkozott volna, onnantól kezdve kezdték el megnyerni folyamatosan a 12. kerület közbeszerzéseit, de az, hogy ahogy előre lehet látni, hogy ki fog megnyerni egy közbeszerzést, az ugye az valóban sajnos igaz ennél a kerületnél. Egy óráig ekézett bennünket. Ezt én kikérem magamnak. Ez a testület, ez régóta működik. Te pedig egy rohadt
rendes szót nem mondta, úgy, mint ahogy most. Ugyanígy szórta ránk az igét, egy és fél óra, mondjuk egy óra 10 percen keresztül. Én ezt kikérem magamnak, és csináljunk valamit, mert ez így nem lesz jó.